korabeli sziréna hangjaival vette kezdetét a 135 éve, 1889-ben alakult Zagyvarona inászói önkéntes tűzoltó egyesület előtt tisztelgő emléktábla avató ünnepsége a napokban Zagyvarónán. A megemlékezést a Zagyva Forrás Egyesület kezdeményezte, melyen elsőként Szabó János köszöntötte a megjelenteket a szervezet részéről, beszédében hangsúlyozva, a Zagyva Forrás Egyesület kiemelt célja és feladata Zagyvarona történeti értékeinek felkutatása, megőrzése és továbbadása. Ennek érdekében már számos dolgot tettek, a mostani emléktábla avató pedig egy újabb a sorban. Ezután Szakács István, a Völgyváros Mentő Egyesület és a Medves Egyesület képviselője mondott köszöntőt, melyben nem csak a múltról, hanem a jövőről is szót ejtett, bejelentette többek között azt a jó hírt, hogy újra lesznek önkéntes tűzoltók Zagyván, ehhez pedig az önkormányzati segítséget nyújtott. A Völgyváros Mentő Egyesület és a Medves Egyesület nevében szeretnék mindenkit köszönteni, a meghívottakat és a megjelenteket. A mai nap a Zagyvarona inászó önkéntes tűzoltó egyesület alakulásának a 135. évfordulója alkalmából van. Ahogy Szabó Jani bácsi mondta, hogy ez egy emlékbeszédnek készült, hogy 135 évvel ezelőtt alapították itt az egyesületet, és gyakorlatilag az idők folyamán elfogyott. Kiöregedtek, akik csinálták, és gyakorlatilag 2000 és 2006 között sajnos a tűzoltó egyesület Zagyvarónán megszűnt. Ha kicsit odébb néznek, van ott egy tűzoltószertár, az volt a régi tűzoltószertár önöktől, mintegy 50 méterre, itt sajnos lerobbant állapotban. A magam nevében és a társaim nevében, a Völgyváros Mentőegyesület és a Medves Egyesület nevében szeretném azt mondani, hogy miért szeretnénk föléleszteni. Tehát Zagyvarónai városrészen szeretnénk önkéntes tűzoltóegyesületet és egy polgárőrséget létrehozni, pont azért, hogy ennek a városrésznek ismét legyen egy plusz tűzbiztonsága, illetve egy közbiztonsága. Úgyhogy a mai napi bejelentést úgy gondolom, hogy ezt megtettük, és ehhez, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, nagyon sok támogatást kaptunk. Támogatást kaptunk a Salgó-Tarján megyei város önkormányzatától, azzal, hogy a mellette lévő volt tűzoltósági épülete melletti épületet megkaptuk, pont azért, hogy ezeket a célokat tudjuk csinálni, úgyhogy van is egy kis párhuzam, tehát ahol volt a régi tűzoltóság, közvetlen mellé tudunk most úgy néz ki beköltözni, és szeretnénk a elődeinknek a nyomdokain lépni. Hát remélem, hogy nekünk is sikerül ezt a 135 évet most megalapozni. Végezetül Túrcsány László, Zagyvarona önkormányzati képviselője mondott ünnepi beszédet. 135 évvel ezelőtt Zagyvarona és inászó lakosai, családjuk, életük, értékeik és a közösség védelmének érdekében úgy döntöttek, hogy létrehozzák településünkön az önkéntes tűzoltó egyesületet. Tapasztalatból tudták, hogy tűz esetén elsőnként a helyi lakosok, a szomszédok, barátok fognak egymásnak segíteni, segítségért hozzájuk tudnak fordulni. Tudták, hogy egymás nélkül nincs esélyük a katasztrófák leküzdésére, hiszen sem eszköz, sem gyakorlat nem állt a lakosok rendelkezésére. Csak az emberi összefogásban, a bátorságban, a korabeli tűzoltó berendezések és eszközök biztos kezelésének ismeretében, az ehhez társuló gyakorlati tapasztalat megszerzésében bízhattak egy tűzeset hatékony megfékezésére. Ezért a falu lakói úgy döntöttek 135 évvel ezelőtt, hogy megalakítják a Zagyvarona inászó önkéntes tűzoltó egyesületet. 135 évvel ezelőtti döntésük a mai kor embereinek is példát mutatnak, hiszen rohanó világunkban a katasztrofális környezeti változások miatt a természeti erők elleni küzdelem, az emberi felelőtlenség, a butaság és a gyarlóság egyre többször igényli a tűzoltóság és a katasztrófavédelem segítségét a bajok elhárításában. Az Zagyvarona inászó önkéntes tűzoltók emléke legyen követendő példa a mai kor embereinek, kövessük őket minél többen életünk és értékeink védelmében. Ezután Szabó János és Szakács István felavatták a Zagyvarona inászói önkéntes tűzoltó egyesületnek emléket állító táblát,
amelyet aztán a jelenlévők meg is koszorúztak. Az önkéntes tűzoltó egyesületről korabeli fotók sokaságát, illetve emléktárgyakat bemutató kiállítással is megemlékeztek. A Bátki József közösségi házban megtekinthető tárlat megnyitóján köszöntőt mondott Angyal Pál Tibor tűzoltó alezredes, a salgótarjáni katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője, aki maga is tőzsgyökeres zagyvarónai és volt önkéntes tűzoltó is. Ezután a tárlatot összeállító Szabó János mutatta be a kiállítás anyagát és tartott előadást. Az eseményen köszöntötték az Önkéntes Tűzoltó Egyesület egykori parancsnoka, Fleischer László özvegyét is.